Amikor a színházi titkárból Otelló lesz, ez az egyik pikantériája a Botrány az Operában című előadásnak, amelyet tegnap este mutattak be hódmezővásárhelyen. Az olasz tenort Csengeri Attila alakította, míg a csetlő botló mindenes szerepében Beleznai Endre volt látható. Hogyan kerül két Otello a Clevelandi színházba? Többek között ezt a bonyodalmat tárja a nézők elé az évek óta nagy sikerrel futó Botrány az Operában című előadás. A Csengeri Attila által alakított olasz tenor késve érkezik meg, ezért helyére a színházi titkár be, aki eddig csak a fürdőszobában eresztette ki hangját. Beleznai Endre figurája már önmagában vonza a huszaságot, ám az egyébként is szövevényes cselekményt a szerelmi szál még inkább megkeveri. Attól szeretem, azért hoztam szóba a mert egyrészt rengeteg poén van, amire üvöltve lehet röhögni, másrészt a szerelmi száll, az nagyon izgalmas összetett már-már drámai, és azért szeretem nagyon játszani, mert a közönség ezt úgy szokta rágálni, hogy a nevet végig, és a végén meg sírdogálnak főleg a fölönői nézők nyilván a romantikus részen, és ez számunkra is megható. Nem csak ez a kitalált történet, de a való élet is megkívánta már Beleznai Endrétől a rögtönzést. Az utolsó pillanatban kénytelen volt beugrani egy produkcióba, mert valamelyik kollégáját helyettesítenie kellett. Némleg specialista is vagyok, mert valami isteni csoda folytán, innen nagyon hirtelen mindig benne marad a fejembe a szöveg, nem tudni miért. Tehát már volt olyan beugrásom a körúti színházban, az egy másik társadal, ahol szoktam játszani, hogy ötkor kezdődött az előadás, én négykor még a második felvonásból egy betűt nem tudtam, és teljesen simán lement, sőt nagy sikerre. A botrány az operában is botrányosan jól sikerült hódmezővásárhelyen, ráadásul a színház napján. A tapasztalat az, hogy akit egyszer bekebelezett a színházvilága, az nem tudja többi elereszteni az itt és most csodáját.